Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban tanulj lehettek ismételten, milyen csodálatosan tudok csomagot bontani. Nem? Egyébként. Szóval, komolyra fordítva a szót. Még mindig visszhangozás van. Na mindegy. Tavaly csináltunk egy BookTube Secret Santát Evelyn vezetésével a Pergamenre hány szavak csatornáról, és idén is bedobtuk, ugye főleg most már van a kis Discordos kis közös felületünk, ahol sokkal egyszerűbben tudunk beszélni, aminek egyébként a csatlakozási linkje lent van a leírásban, most már minden videómnál. Igen, szóval idén is megcsináltuk ezt a Secret Santa ajándékozást, aminek keretében aki vállalta, hogy szeretne ebben részt venni, az ugye jelentkezett, és kisorsoltuk egymás között a neveket, és mindenki kapott egy booktubert, akit megajándékoz, és akkor a koncepció az volt, mint tavaly, tehát hogy vettünk egy könyvet a csomagba, mindenki összeállította a kis kívánságlistáját külön erre az alkalomra, és a könyvön kívül még ilyen apróságokat tettünk a csomagba, meg volt a keret, minden, és most megérkezett az én csomagom is, és hát ugye a lényeg ennek az egésznek, hogy megajándékozzuk egymást, és így mindenkinek a csatornájára lesz egy csomagbontós videó, és ez most az a videó lesz, mert megérkezett a csomagom. Tök jó, úgyhogy gyors fel is kell venni a videót, mert nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne, és elég nehéz volt végülni ugye az online órámat, hát közben így ott nézettem a csomagot, hogy téged én ki akarok bontani. Egyébként a többiek csomagbontós videója. Tudok beszélni. Szóval a többiek videóit is szép sorjában majd, ahogy jönnek, belinkelem a leírásba, és remélhetőleg nem fogom elfelejteni, és remélhetőleg mindenkit be fogok linkelni. A tavalyihoz egyébként azt hittem nem linkeltem be mindenkit, de ahogy néztem, de ez a kis csomag, amit én most ki fogok bontani, és már nagyon izgulok. Egyébként az én Secret Santám, név alapján meg tudtam állapítani, szóval az én Secret Santám Attila. Csomag megvan, és nézzük. És tényleg elnézést, szörnyen csúnyán és bénán tudok csomagot bontani, úgyhogy ez nem lesz szép látvány. Humorérzéket látom. Dörmi. Ennek egyébként az a sztori, hogy egyszer nyáron volt valami dörmis nyereményjáték, és ilyen ipari mennyiségbe vettük érte a dörmit. Ez jó. Köszönöm szépen. Ez a legjobb része a csomagnak. Nem is nézem tovább már, komolyan mondtam. Nem, de szóval. Ez az. Föl leszek hízalva csokival. Szucsi. Hoppá! Valami szökött. Hát úgy látom, hogy nekem két könyv is került a csomagomban, úgyhogy meg is vagyok lepődve. Szóval, atyaég. Na szóval, kettő könyvet is kaptam, de szupi már, köszönöm szépen. Az egyik az Autobiography, ami egyébként BookTube havi könyvklubos, nem? Rosszul mondtam a szósorrendet, szóval BookTube könyvklub havi könyv volt júliusban, amikor indult ez az egész, úgyhogy és ezt föl is tettem várólistára, mert el szeretném olvasni, mert olyan jót beszélgettek a többiek róla, hogy hát meghozták hozzá a kezem. A másik könyv pedig a Cinder, ami egy ilyen kiborgos újramondása a Hamupipőkének, ugye? Azt hiszem. És ez nagyon régóta már várólistán volt nálam, úgyhogy ez nagyon szupi, ezt akkor most el tudom olvasni. Király! Köszönöm szépen!
Ja, és itt még van nasi, atyaig. Ah, Coca-Cola-s maci. Ja, amúgy hülye vagyok, mert ezt lehet így kellett volna mutogatni. Csak nem fog átállni a fókusz, és nem tudom átnyomni, mert messze vagyok, úgyhogy csak sajnos így tudom mutogatni őket. Igen. Na jó, Attila, tényleg felhízlasz. Komolyan mondom. Jó, hogy itt még van valami. Ah, na jó. Éreztem én, hogy nehéz volt ez a doboz, de hogy ennyire nehéz. Jó, oké. Ha nasikat kiteszem, az talán nem olyan roppant érdekfeszítő. Na, van itt még egy nagyon aranyos kis hógömböcske. Hol tegyek ennyi mindent? Na, hú. Itt vannak a pufik. Ezeket amúgy úgy szeretem. Na. Mi? Nem ennyi. Jaj, Attila, de cuki vagy. Jó, akkor ilyen mellék dolog. Attila egyébként csinált egy ilyen könyvjelző kollekciót, ami nemrég indult Instagramon, és tett is egy csomagba nekem az első kollekciójában. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, ez meg a print. A nagy. Ilyen könyvjelző. Nagyon cukik. És itt van rajta a kis logója. Mindent kivettem? Nehogy még itt valamit találjak, jól van. Hát úristen, nagyon szépen köszönöm, Attila. És azt hiszem, mindent kivettem a csomagból. Komolyan mondom, de ez a dörmi, ez is. Na, akkor ez lett volna az én kis csomagbontásom, és Attilának nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kis csomagot. És akkor a többieknek a csomagbontásai is majd szépen lent lesznek sorban a leírásban, ahogy kimennek. Szóval akkor ez volt az én Secret Santa-s videóm, és nézzétek meg a többiekét is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!